a legújabb vagyonnyilatkozatába se írta be Lázár János azt a 70 millió forint értékűre becsült budapesti lakást, amely a kisfia nevén van, de néha ő is használja. Ugyanígy nem került be Kósa Lajos vagyonnyilatkozatába a felesége nevén lévő 100 milliós lakás sem. A képviselői vagyonnyilatkozatokat éjféltől hozták nyilvánosságra, de a DK és a Jobbik szerint így nem sok értelme van az egésznek. A két párt azt szeretné, ha a családtagok vagyonnyilatkozatai is nyilvánosak lennének, a Fidesz azonban ezt ellenzi arra hivatkozva, hogy a családtagok nem közszereplők. Lázár Jánosnak gyarapodtak a földjei, de nőttek az adósságai a legújabb vagyonnyilatkozata szerint. 2014-ben 32,5 millió forinttal tartozott, az idén már 45 millióval bankoknak, 9 millióval magánszemélyeknek, vagyis az összes adóssága 21,5 millióval nőtt. Viszont az eddigi 12 ingatlana mellé újabb hetet szerzett, szántókat, legelőket és erdőket is. Ez a Mátyás király úti lakás viszont nem szerepel a miniszterelnökséget vezető miniszter vagyonnyilatkozatában. Ahogy azt a házon kívül ősszel kiderítette, Lázár János 10 éves kisfiának vették a 70 millió forint értékűre becsült lakást. Ezt a politikus az akkori vagyonnyilatkozatába se írta be. Pedig a házon kívülnek azt mondta, néha ő is használni fogja. Ott alszik egyébként néha, amikor nem tud hazamenni? Hát igen, ez a tervem. A jövőre nézve ezt tervezem, hogyha megszorulok időben, akkor megpróbálok ott aludni, tehát ilyen céljaim vannak. Azt nem lehet tudni, hogy a lakást pontosan ki és miből fizette ki. Lázár János erről csak annyit mondott, a szülei segítették. Nem Lázár János az egyetlen, aki nem tüntette fel azt a lakást, amit Budapesten használ. Kósa Lajost egy római parti lakásban látják gyakran, ami a felesége nevén van. Az újságíróknak elismerte, használja a lakást. Mégsem írta be a legújabb vagyonnyilatkozatába se. A politikusok arra hivatkoznak, a törvény szerint a családtagjaik vagyonnyilatkozatában minden benne van. Ezt azonban csak a mentelmi bizottság tagjai ellenőrizhetnék, és ők is csak akkor, ha valamelyik képviselő ellen vagyonnyilatkozati eljárás indul. Ilyen eljárás sem Lázár, sem Kósa lakás ügyében azonban nem indult. Ahhoz, hogy induljon, rá kellene bólintani a javaslatra a mentelmi bizottság fideszes többségének. A Jobbik után most a Demokratikus Koalíció is azt javasolta, a családtagok vagyonnyilatkozatai is legyenek nyilvánosak. Ne csak az országgyűlési képviselők, hanem valamennyi hozzátartozó vagyonnyilatkozata legyen nyilvános, másrészt pedig azt is javasoljuk, hogy az önkormányzatokban is meg kelljen őrizni az előző évi vagyonnyilatkozatokat, hogy ezek kutathatóak, összehasonlíthatóak legyenek. A jobbikosok ma önként közzé is tették a családtagok nyilatkozatait. A Fidesz szerint viszont nincs szükség változtatásra, mert a magyar szabályozás a legszigorúbb Európában. Mivel a legszigorúbb, ezen tovább szigorítani ebből a szempontból nem lenne szerencsés, és figyelemmel arra a tényre is, hogy a családtagoknak ugye személyiségi jogai vannak. Tehát a családtagok nem közszereplők. A Fidesz erre hivatkozva nem is tervezi, hogy változtatnak a szabályokon.